Az esetleges győzelmével a harmadik helyet matematikailag is bebiztosító Nyírbátor a pont nélkül utolsó Újfehértó Kálocsemén eszesét fogadta, így egyértelmű volt, hogy melyik csapat a mérkőzés esélyese. Ehhez képest a vendégek kezdtek jobban, a hazaiak az első félidőben végigfutottak az eredmény után. 30 perc játék után 17-14-re vezetett Bécsi János együttese, és fordulás után is jól tartotta magát 10 percig a Semjén. A 40. percben 19-19-nél lett egyenlő az állás, majd a Nyírbátor felpörgette a játékát, és 9 perc alatt 9 gólos előnyre tett szert a házigazda. Ezzel a lényeges dolgok el is dőltek, a hátralévő percekben a hazaiaknál pályára léptek a fiatalok is a végül 36-28-ra záruló mérkőzésen. Egész héten felhívtam a figyelmüket a srácoknak, hogy nem szabad félvárolni egyetlen egy csapatot sem. Ez az Újfehértő a teljesen utolsó pont nélküli csapat. Annyira látszott, annak ellenére, hogy egész héten kértem a fiúkat, most a mérkőzés előtti taktikain is, szinte nem is arról beszélgettünk, hogy fogjuk ezt megoldani, mondtam, hogy játsszuk a saját játékunkat, pénteken felkészültünk támadásból. Talán védekezésben többet kellett volna ezzel kapcsolatosan tennünk, és ugyanez, amit ugye el akartunk kerülni, ez jött be, hogy vérszemet kapnak, nekünk semmi nem akar sikerülni, még a minden labda, még az is, amíg nem kellene, az is oda pattan hozzájuk. Tehát az első videóban volt olyan, hogy 4-szer lőttek kapura, 5-ügyére tudtuk a kipattanót megszerezni. Szóval ez egyszerűen... ilyen a sors, de a két csapat közti különbség végül is kijött, de ettől szerintem sokkal több van a két csapat között tudásban. A vendégek edzője elmondta, hogy igyekeztek lassítani a játékot, és ez a taktika 40 percen keresztül működött is. Utána azonban már nem tudták tartani a lépést a hazaiakkal. Sajnos kijött az, hogy létszámban kevesen vagyunk, és a belső poszton nem tudtam cserélni. Jött a fáradtság, azért a belső poszton 2-3 emberem is, tehát elég hosszúan tartó betegség, sérülés után volt, és nem volt meg a minőségi csere, hogy szoktam mondani, legalább egy ember még hozzá, hogy be tudjak cserélni. Ifistáim voltak, akik ilyen epizód szerepet be tudtak vállalni, de egy ilyen masszív fal ellen azért ők még kevesek hozzá. Hát természetesen, ahogy ment az idő, a második fél időben jött a fáradtság, jött a hiba, és utána a Bátor könnyű gólokat tudott lőni, tehát azzal nyerte meg a mérkőzés, hogy lőtt nekünk 6-7-8 indítás gólt, és ezzel eldöntötte a mérkőzést. A hazaiak edzője a mérkőzés előtt úgy tervezte, hogy sok játék lehetőséget ad a fiataloknak, akik végül csak percekre kerültek pályára. Természetesen úgy készültünk, hogy ma játszani fogunk, jobb lett volna több játék lehetőséget kapni, de hát kicsit belekényelmesedtünk az ellenfél tempójába, aztán így a győzelem azért nyilván elsődleges, így csak a végére tudtunk pályára kerülni. A forduló további eredményei a következők: Tiszavasvári SE Balmazújvárosi KK 41-29, Acélváros KK Kisvárdai KC 31-22, Fehérgyarmati VSE DVTK 32-40, Kazincbalcikai KSE Deac 2 30-38 és Hajdúböszörményi TE Mezőkövesdi KC 25-35. A tabella élén a Mezőkövesdál 38 ponttal megelőzze a szintén 38 pontos egy meccsel többet játszó DVTK. A 32 pontos Nyírbátor a hátralévő két mérkőzés eredményétől függetlenül a harmadik helyen zárja a bajnokságot. Falcsik Miklós együttese a jövő hétvégén Balmazújvárosban lép pályára.